Középpontjával a kelet-európai síkság felett egy óriási kiterjedésű anticiklon terül el, amely térségünk időjárását is meghatározza. Az időjárási frontok messze elkerülik Közép-Európát, tevékenységi területük csak kontinensünk nyugati és északi részére korlátozódik. A felhőszimuláción is látható, hogy ott, ahol nincs semmi, az anticiklon hatása érvényesül. Ellenben az atlanti partok felhőben van, amit több frontrendszer felhőzete okoz. Szerdáról csütörtökre virradóan többnyire derült lesz az ég, de párássá válik a levegő, foltokban köd is képződik. Legnagyobb eséllyel ezek az északi középhegység völgyeiben és a Nyugat-Dunántúlon alakulnak ki. Csapadék sehol sem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között alakul, de a fagyzúos helyeken 1-2 fok is előfordulhat. Csütörtök reggel délelőtt gyorsan feloszlanak a kötfoltok, mindenütt kisüt a nap, derült lesz az ég, és természetesen csapadék sem várható, 21 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz lényeges változás, gyakorlatilag csak az lesz a kérdés, hogy mely területeken alakul ki éjszaka köd, és az mennyire lesz tartós.